roppant ideges vagyok és szomorú, mert számomra meglepetés volt a mai teljesítményünk, ezt megmondom őszintén. Ugye a tabellán elfoglalt pozíciók alapján mérkőzés esélyese a vendég csapat volt, viszont aki az eredményt látja, az azt gondolja, hogy ez teljesen sima és egyértelmű mérkőzés volt a javukra, aki viszont látta a mérkőzést, az teljesen más véleményen lehet, vagy reméljük, hogy van is, hiszen 85 percig piszkosul megnehezítettük a Mátra Terenyének a dolgát. Nem szeretek, és bár megfogadtam legutóbb a Palotáson történtek után, hogy nem foglalkozok a játékvezetéssel, de nem tudok elmenni szó nélkül is, nem is szeretnék. Számomra teljesen mindegy, hogy most ennek milyen következménye lesz, mert én azt gondolom, hogy ez hétről hétre nem csak velünk, hanem másokkal is megteszik, hogy olyan mérkőzés döntően befolyásoló ítéleteket hoznak, hogy azt maga Hofi Géza is megirigyelni, hiszen a mérkőzésen volt több olyan szituáció, ami alapvetően csak egy is, már egy meccset eldönt, de hogy egy meccsen belül több olyan volt, gondolok itt, hogy egy mérkőzés legelején befújt, teljesen egyértelmű, hogy nem volt büntető szituáció, amire hazai pályán az én csak néztem, hogy lehet, hogy egy ilyen szituációt büntetőnek tudnak ítélni. Szóval arról már nem is beszélek, hogy az első fél időben szabályos góltól fosztottak meg minket. Az, hogy a második fél időben a földön fekvő játékosunkat belerúgnak egy kapaskodásnál, amit lát az asszisztens, jelzi a játékvezetőnek, és a játékvezető elküldi a saját asszisztensét, hogy nem volt semmi. Holott azért ment be a kollégája, hogy segítse a munkáját. Tehát ez mind olyan, ami teljes mértékben ellehetetleníti az embereknek a munkáját, illetve a szórakozását. Attól függetlenül, hogy a Málta Terenye egy jobb játékú erőt képviselő csapat, nem csak azért, mert ma nyertek, hanem hogy tabellán is azért látszik, illetve tényleg együtt van Bújtinak a társasága. De én azt gondolom, hogy nem lenne szabad az ilyen mérkőzésekbe, sőt talán semmilyen mérkőzésbe ilyen szinten belenyúlni, mint ahogy sajnos az a játékvezetőnek ma sikerült. Voltak mindkét oldalon gyengébb teljesítmények, de azt kell mondani, hogy a 22 játékos közül a 23. volt. Messze menően a leggyengébb a mai napon. Én gratulálok a Mátra Terenyének a győzelemhez, gratulálok a már biztos ezüstéremhez nekik. Aztán, hogy nekik ebből milyen érem lesz a bajnokság végén, majd kiderül. Mi megyünk tovább, hétvégén utolsó forduló hazai pályán a Palotás ellen, megpróbáljuk azt megnyerni, szépen zárni az idényt, aztán meglátjuk, hogy mire lesz az majd elég. Egy nagyon nehéz pályán, izgalmas mérkőzést játszottunk a hazai csapattal. Úgy gondolom, hogy eléggé felszívták magukat, és minden áron meg akarták nyerni a mérkőzést. Talán kicsit langyosan is kezdtünk, sokkal nagyobb akarat volt a hazai csapatban. Mindjárt az elején kaptunk egy 11-est, amit értékesítettünk, utána viszont kaptunk rögtön egy gólt is. Úgy gondolom, másik fél időben fölé nőttünk, és szép gólokat szerezve megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. További sok sikert kívánok nekik, még az utolsó mérkőzésre. Én pedig gratulálok a csapatomnak, minden játékosának. Úgy gondolom, teljesen megérdemeltem, ott vagyunk a második helyen. Igazából hétvégén még sok múlik a Pásztó Berkenye, illetve hogy mi otthon mit játszunk a nőtény csapatával, mert még nem dőlt el a bajnoki cím. És itt is szeretném üzenni a pásztóknak, hogy szurkolunk nekik, és remélem, hogy megoldják a mérkőzést, tudnak nyerni Berkenyén, nem lesz könnyű nekik, gondolom. Megmondom őszintén, hogy a szezon előtt 1-3-ba tippeltem a Pásztót, mert tényleg játszottunk velük edzőmeccset, és egy jó csapatnak tartom. Szerintem kicsit csalódás a pozíciójuk, ahol most vannak, úgyhogy remélem jól akarják zárni a szezont, és mindent megtesznek azért, hogy jó is zárják, és egy kicsit segítsenek is nekünk. Hajrá, Terenye! Nagyon örülök a mai mérkőzés eredményének. Csapatunk, ha nehéz körülmények között is, nem sziporkázó játékkal, úgymond hozta a kötelezőt az elmúlt hetekhez képest. Egy nehéz bajnokságon vagyunk túl, ami egy őszi hullámvölgyel a kupakiesés, országos kupakiesés után indult. Aztán tavaszra a társaság nagyon összekapta magát, és ennek meg is lett az eredménye. A bajnoki ezüstérmünk már biztos. Sportban nőttem föl, imádok mindenféle sportot. Én bízok a sport erejébe, bízok abba is,
hogy az utolsó fordulóban bármi lehet. Mi, a mi csapatunk mindent megtesz, bízunk egy jó pásztóba, hogy esetleg tud meglepetést okozni. Ha marad a második helyünk, annak is csak örülök, szintúgy, hogy egyesületünk az U7-es korosztálytól a Vozsik programba, az U14-ig, az U16-ig, az U19-ig a megye minden bajnokságában részt vesz, és próbáljuk ezt a gyönyörű sportágat népszerűsíteni és folytatni. Minden sportszerető embernek a legjobbakat kívánom, egészséges életmódot és a sport szeretetét. Köszönöm szépen!